A baptista szeretetszolgálathoz kerül át a pécsi Széchenyi István iskola szeptembertől. Az intézmény igazgatója azt mondja, nem igaz, hogy a pedagógusok és a szülők elleneznék a váltást. Az alkalmazotti közösség nem produkált volna 93,4%-os igenlő szavazatot, és a szülők nem produkáltak volna a szülői közösség 100%-os közösséget. Mindenkinek megmarad az állása a Széchenyiben a váltás után, mondja az igazgató. A diákoknak nem lesz kötelező hitoktatás, ettől sem kell félnie senkinek. A pedagógus szakszervezeti vezető azt mondja, elfogadják a tanárok döntését, de szerintük nem történt az átadás szabályosan. Nem látjuk még azt, hogy a működési engedélyekkel rendelkezne a másik fél, pedig a 11/94-es MKM rendelet alapján május 31-éig ezzel is rendelkezni kéne. A Város Oktatási Bizottságának elnöke azt mondja, ezt az engedélyt megkapja az egyház hamarosan. Ez nem jelent akadályt. Hoppál Péter szerint jól jár a város a fenntartó váltással. Minden olyan iskola, amit más fenntartó átvesz, egyúttal spórolás is az önkormányzat számára. Azonban itt nem ez az elsődleges szempont. Az elsődleges szempont a város oktatási rendszerének gyarapítása és színesítése. A Széchenyin kívül a Török István utcai iskola is egyházi fenntartásba kerül szeptembertől. Ezt a pécsi egyházmegye veszi át.